más élet fejlesztésére, további forrásokra, további partnerekre van szükség. Büszkék vagyunk arra, hogy a lovas élet a megyénkben nagyon erőteljesen fejlődik. Azt szeretnénk, hogyha ez székelyföldi szinten is, a már megkezdett projektek mentén, Kovászna és Maros megyével együtt székelyföldi szinten további megerősítésre kerülhetne. Nagyon köszönjük a magyar kormánynak a hatatós támogatását, hiszen a Nemzetpolitikai Titkárság és az Agrárminisztériumon keresztül el tudtuk azt érni, hogy ma már hogy minél több gyerek számára lehetővé tudjuk tenni, és ezt szeretnénk tovább erősíteni, a lovas tevékenységhez, a lovas sporthoz való hozzáférést, annak a gyakorlásának a lehetőségét. Abban hiszünk, hogy a megyei tanács mellett működő lovas munkacsoport ebben a különböző ágazatok mentén a lovasport, a hagyományőrző, ugye a huszárok tevékenysége és ehhez kapcsolódó tevékenységek, de akár a turizmus tekintetében, a vendéglátás tekintetében is további lehetőségeket tudunk biztosítani. Arra kérjük Önöket, hogy ebben a tevékenységben vegyenek részt, erősítsék a munkánkat, jöjjenek javaslatokkal, és segítsék a lovas embereket, mert aki, ahogy szokták mondani, a lovat szereti, aki a lóval bánik, lovat tart, az rossz ember nem lehet. Köszönet Magyarország kormányának, az Agrárminisztériumnak, Nagy István miniszter úrnak, hisz nagyon szertágazó az Agrárminisztérium támogatása itt Székelyföldön. Nagyon fontos számunkra a lovas mozgalom, a lovas ágazat, hisz a mezőgazdasági tevékenységet diversifikálja, nagyon sokan foglalkoznak lótenyésztéssel, és külön öröm számomra, hogy nagyon sok olyan, az ágazaton belül is nagyon sok olyan kifutási pálya van, ugye akár a sportot nézzük, akár a turizmust, amely fele azért nagyon komoly elmozdulás van. Köszönjük szépen ezt a lehetőséget, és hogy a több száz éves értéket, génállománnyal segítik a székelyföldi lótenyésztést. László Pál vagyok, a Tatár Dombi Luvarda vezetője. Egy furiózó mint kaptunk Magyarországra, arra a célra, hogy fedeztessünk a környezetünkben lévő kancákat. Az a célunk, hogy ezt a fajt népszerűsítsük ezen a környéken is, és szaporítsuk. A Tatárdombi lovardában 15-20 lóval dolgozunk, lovas oktatás is folyik a lovardában. Túralovaglással is foglalkozunk, lovaskocsizással és lovasoktatással. A lovaink többnyire sodrottak, hidegvérűek, székelylovak és lipicaiak. A világunkat és a létünket formáló egyik leglényegesebb, leginkább támogatást érdemlő erő a jobbítás, a szebbétevés, a nemesítés szándéka. Olyan öröm látni, hogy a közösségeinkbe bármerre megyek, ezt az erőt látom. Látom, hogy szépülnek a falvaink, a köztereink, a minden, ami számunkra fontos, ami a közösségünket formálja. És öröm látni azt, hogy a gyermekeinkkel foglalkozók, a pedagógusok, a lovászok, a lovasedzők, mindannyian ennek az erőnek a képviselői, akik szebbé, jobbá, nemesebbé akarják tenni a gyermekeink kibontakozásának az ügyét, ennek a terét. A lovas ügyek mellé is szövetségeseket kerestünk, nagyon fontos kormányintézmények támogatását élvezzük, hála Istennek, elsőként említeném a Nemzetpolitikai Államtitkárságot, de a Földművelődési Minisztériumot is, amely intézménynek a jó voltából Székelyföldre érkeztek ezek a mének, melyek részt vesznek, segítenek, eszközei annak a kibontakozásnak, ami a székelység lószeretetéből fakadó, nemesítő erőt jelenti. Nagy biztatás ennek a két ménnek az érkezése, de korábban érkezett egy másik mén is. Nagy biztatás ez számunkra, és garanciákat kaptunk a tekintetben, hogy
a későbbiek során is számíthatunk a szövetségeseinkre, de a lovas közösség számíthat a Hargita megye önkormányzat, Hargita megye tanácsának a adhatós segítségére. Ezt mi úgy tekintjük, mint saját ügyünknek, és mely akarat révén csatlakozunk azoknak a munkájához, akik most is, a mai nap is lovastáborokat tartanak, versenyeket szerveznek. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hajrá Székelyföld, hajrá lovasok!